Egy 31 éve szolnoki lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy az új szászi vasútállomás területén pénzt kért egy tápió györgyei férfitől, aki megtagadta a kérést. A gyanúsított emiatt veréssel fenyegette a sértettet, majd ököllel a vállán megütötte, a bántalmazott ennek hatására 500 forintot adott át az agresszív jogsértőnek, de az keveselte a pénzt, ezért arcon csapta a sértettet. Időközben odaérkezett a tápió györgyei férfi sógora, aki, hogy mentse okonát, további 5000 forintot adott át a vélt tartozás fejében a fenyegetőző bűnelkövetőnek. A bűncselekményt az időközben megérkező vonat szakította meg, amire a sértett felszállt és otthonából tette meg a feljelentését. A szolnoki nyomozók rendelkezésére igen kevés információ állt az ismeretlen elkövetőről. Azonban bravúros felderítéssel, a bejelentéstől számított, 5 órán belül azonosították a 31 éves Jászladányi férfit, aki hamarosan a rendőrségi kihallgatóban vallott cselekményéről. A terheltet rablás büntet elkövetésével gyanúsítják az egyenruhások. Kihallgatásakor tagadta bántalmazást. Továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy tartozott neki az által egyébként nem ismert férfi. A nyomozó hatóság a gyanúsított őrizetbevételéről határozott, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.